Már 6 éves kortól játszható ez a nyelvtörő, amely az anyanyelvi kommunikációt fejlesztő, dramatikus típusú csapatjáték. Minimum 6 gyermekkel és 2 játékvezetővel javasolt megszervezni. A megvalósításhoz kisebb tér is elegendő, bent vagy a szabadban is játszhatunk. Papírcetlikre és labdákra lesz szükségünk. A játék előtt papírcetlikre írjunk nyelvtörőket, majd ismertessük a szabályokat a gyerekekkel. A nyelvtörős papírcetliket használva 2 útvonalat, vagyis egy-egy versenypályát alakítunk ki. Lehetőleg úgy, hogy a célhoz közeledve bonyolultabb, nehezebben kimondható nyelvtörőket helyezzünk ki. 2 csapat verseng majd egymással, egy-egy játékosnak az a feladata, hogy a nyelvtörőket hibátlanul és érthetően sikerüljön felolvasni, így a csapat minél messzebbre juthat, és a pálya végén elhelyezett labdákat megszerezhetik, ha teljesítették a nyelvtörőket. A játékos az állomáson átolvashatja, magában gyakorolhatja a nyelvtörőt, ezt követően egyszer próbálkozhat hangosan, érthetően és hiba nélkül felolvasni azt. Ha egy játékos sikeresen teljesített az adott állomáson, akkor léphetnek tovább a pályán a gyerekek. Papilapadon. Mit lopsz, küklopsz? Gipsklipszet lopsz, küklopsz? Pecke ciszkány, fickó, pickó. Az a csapat nyer, aki végig tud menni a pályán, és elhozza az összes labdát.